Bocsánat. Tudja, hogy ma 23-a van? Igen is. Miért? Mi van 23-án? Azt mondta, hogy 23-án eljön velem valahová. Ezt soha nem mondtam. Ezt soha nem mondtam. Szerintem maga egy megrögzött hazudozó. Nem vagyok az. Mi az a ha-ha-ha? Nem tudom. Miért nem szokott hazudni? Nem. Soha? Ó, persze néha előfordul, de többnyire csak ritkán. És akkor miért? Hát magának hazudok néha. Nekem? Miért hazudik nekem? Ah, értem. Csak úgy. Nem tetszem magának, mint férfi? Nem erről van szó. Úgy találja, hogy túl nagy az orrom? Nem, dehogy is. Tényleg nem? Na, hát ennek örülök. És miért akar velem elmenni ma este? Mert bájosnak találom magát, és kedvesnek. És más nem is tetszik bennem? De. Minden. Mi? A haja, a szeme, az orra, a szája, a keze, a... És magánál mit jelent az, hogy elmenni? Lefeküdni? Na, feleljen nekem őszintén. Feleljen már. Gyakran megy a lányokkal? Igen, elég gyakran. Igen, nagyon örülnék, ha lefeketnék magával. És maga? Soha nem gondoltam erre. És most, hogy megkérdezem? Miért mondta, hogy eljön velem 23-án? Az egy hazugság volt. És miért hazudott nekem? Én elhittem. Tudom, hogy nem szép dolog, de... Esténként szokott eljárni lányokkal? Igen, már mondtam. És milyen lányokkal? Olyanokkal, akik tetszik. Olyanok, mint én? Igen. És utcalányokkal is elment már? Párszor az is előfordult. De nem, olyan rideg. Akarom mondani, olyan szomorú. Miért akarja mondani? Nem kérdeztem. Hát ezt csak úgy mondtam. Mégis miért mondta? Csak úgy. Hogy megmutassam, mire gondolok. És esténként mit csinál, amikor egyedül van? Például ma este. Mit fog csinálni?